Hello mindenkinek, én Salai vagyok, és itt vagyunk Bécsben, a Rathaus placnál, és most végig fogjuk kóstolni ezt a Christmas marketet, és nem jut eszembe a szó, teljesen elbutultam. Egész nap utaztunk, és fáradt vagyok. Nappal egyébként sétálgattunk már másik karácsonyi vásárokba is, és itt még nem voltunk. A többire lehet, hogy átnézzünk, hogyha ezt nem találjuk elég izginek, de külsőre elég izgalmas. Azt hiszem ez az egyik legnagyobb itt Bécsben. Többen ajánlották, mármint hogy így rákérdeztem embereknél, hogy melyiket ajánlja, és ezt ajánlották. Amit eddig tudunk, az, hogy van egy hatalmas nagy koripálya rész, ami ilyen eléggé, hát nem olyan, mint Pesten az általában koripályák, hogy így körbe-körbe lehet menni, hanem ez ilyen labirintus a fák között, szépen kivilágított fák között, szóval amúgy elég menő, de ezt most nem fogjuk kipróbálni, hanem enni fogunk. Tartsatok velünk, ja meg inni is egyébként. Képzeljétek, az első étel, amit itt találtunk, az nem más, mint a lángos. Lángoz. 5,50 € volt ez a sima, vagyis hát nem is csak sima, hanem fokhagymás. Lehet kérni cukros, fahias verzióban a simát, vagy 8 euróért toppingokat kérhetsz, mint például sajt, kolbász, sonka. Hát lássuk, hogy milyen lángost készítenek itt Bécsben. Egészen olajos. Ha már tartottunk egy kisebb sétát, de nem ebben a karácsonyi vásárban, és ott láttuk, hogy ilyen eléggé furcsa kiszerelésben készítik el a lángost így is, összehajtva is, lángos csónak. Nem is emlékszem már pontosan minden esetre, azok ott előre ki voltak sütve, és hogyha kérted, akkor berakták forró olajba, és amúgy most is itt ez történt. Összességben jó a tészta, árban pedig 5,50 € az annyi, mint 2200. 8 euró, hogyha kérsz rá bármi mást. Kb. Ugyanott tartasz, mint a bazilikai vásárba Budapesten. Szóval lángos ugyanannyiba kerül. Meg fura, hogy így adják ide, nem pedig így. Mondjuk ezen nyilván nincsen semmi topping, de azt láttam, hogy a külföldiek így veszik el a sajtos tejfölöset is. Bizarr. Így kell fogni a lángost. Na jó, menjünk tovább, mert ez kicsit unalmas így magába. Vásároltunk ilyen Flammkuchent, amit én még soha nem hallottam, hogy létezik ilyen. Vékony pizzaszerű dolog, egyébként egy lepény tulajdonképpen. Tortilla lapnál egy kicsit vastagabb tésztája van az ételnek. Van ráolvasztva sajt, sonka, illetve valami hagyma lekvár. Ez a fél adag egyébként, szóval kétszer ekkorát is lehet kérni. Ez 6,80 € volt, ami kb. 2700 forint, illetve itt a vásárban nem eldobható tányérokat, meg evőeszközöket adnak, mondjuk most nem adtak evőeszközt, hanem ilyen rendes porcelán tányért. És vannak ilyen kijelölt helyek, ahova vissza kell majd váltani, szóval egészen érdekes ilyet, még nem láttam Pesten sehol, semmelyik vásárban sem. Na és hát most jól meg fogunk kóstolni, nem tudom, hogy kell ezt tenni. És olívaolajjal van leöntve. Egészen finom. Ropogós a tésztája, húsi rajta nagyon finom, meg a sajt is. Nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen sajt, de egészen jó. És arra nem beszéltem, hogy a nagy adag az 12,90 €. Szóval 5200. Ami ott otthon, ha jól emlékszem, egy ilyen tölcséres valamit kaptunk. Itt meg egy kétszer ekkora lepényt. Teljesen más kaliberű étel. Érdekes íze van. Meg soha nem ettem ezt fokatót. Mert egy lepényt már ettem, de nagyon tetszik, hogy roppanós a tésztája. Miért volt ebből 4 féle, lehetett volna vegát is kérni. Ez ugye az echte Wiener verzió. Volt még egy klasszik, ami békönkockás volt, meg ugyanígy sajt volt rajta. Meg egy valami, amire nem emlékszem pontosan. Ez jobban tetszik, mint az előző lángos tészta magába. De azt is meg kell kóstolni, mert hát na, érdekelt, hogy milyen itt. Ez viszont nagyon finom és különleges. Ilyet nem lehet otthon kapni. És még egy valamit elfejtettem mondani. Attól függetlenül, hogy finom,
még ez a vásár is drága. Pontosan ugyanúgy, mint a bazilikás. Ez egy picit talán drágább. Attól is függ mondjuk, hogy hogy érzi magát a forint az euróhoz képest. Szóval lehet, hogy ezt a Pfannkuchent máshol olcsóban is meg lehetett volna kóstolni. De a bazilikás vásárból kiindulva, én meg gondolom ilyennek kell lennie, szóval jól készítik el, attól függetlenül, hogy drága. Vannak itt ilyen tányérlerakó helyek, tányérgyűjtő helyek, és akkor oda kell bedobni, ha van evőeszköz fölülre, illetve ott szétválogatni, van négyzetes, meg köralakú tányér. Vettem egy bio Glühwein gint. A bio az nem is értem, mi a fene. Mármint, hogy pontosan tudom, hogy mi az, de mit jelent a bio ennél az ételnél. Forradboros gin. 6 euró volt, és külön 4-et kell fizetni azért a bögréért, amit majd visszaadnak, hogyha visszadom a bögrét. Szóval összesen 4000 forint volt. Van ennek a vásárnak még egy ilyen extra tematikája, ami arra azon alapul, hogy bio dolgok. Tehát az előző Flamekuchenen is minden bio volt, a sajt, sonka, nem tudom, hogy lehetett, mindegy. Meg a lángososnál is mindenhol ki volt írva, hogy bio. Itt is a piákra rá van írva, hogy bio. Nem értem, mit jelent itt tényleg ennél a forradbornál, hogy mi a bio. De nekem ízlik. Operatőröm megkóstolta, azt mondta, olyan, mint egy forrad jéger. Úgy van benne valami. Illatra jön egy kis köptető, vagy valami gyógyszer, de elcseszett ízlésem van sajnos. A bögre nem a legszebb, tehát hogy van egyébként ilyen csizma, meg szívecske, meg nem tudom mik. Ez a legunalmasabb bögre, biztos, hogy vissza fogom adni. Menjünk enni! Átjöttünk a Mária Terézia térre, mert napközben láttuk, hogy itt vannak levesek buciban, nem is akármilyen leves. Gulyás levest kértünk 9 euróért, de bucival együtt. Azt hiszem a bazilikás karácsonyi vásárban a gulyás leves 3500 forint és plusz 1000 forint a buci, de egy 9 euróba, azaz 3600 forintba belefért bucival együtt. Nézzük meg, milyen gulyás leves készítenek itt Bécsben. Nagyon jó. Közben itt is ugyanolyan jól csinálják, mint otthon. Kis hazai ízek. Ezt a kenyeret is frissen egy ilyen kemencéből vették ki. Jó, nem mondom, hogy most készült, de hogy ott melegen tartják. Egy baj van ezzel a kenyere, hogy már kezdem érezni a tenyeremen, hogy kezd átázni. Szóval ezt egy gyorsan kell elfogyasztani. Szóval bocsi, hogy nem beszélek róla sokat. Nagyon finom itt a leves. Olcsóbb, mint a bazilikánál. Meg egyébként ez itt a Mária Placon sokkal, hát nem mondom, hogy sokkal, de egy ilyen 1 euróval minden olcsóbb, mint a fő vásárba. És itt, hogyha a gasztrót szeretnétek jobban, nem pedig látványvilágot, akkor ide gyertek inkább. Igaz, hogy ennek a másik vásárnak nem az a tematikája, hogy bio, meg újrahasznosítás, meg többször használatos evőeszközt, illetve tányért adnak. Ennél jobb lebomló dolgot nem lehet elkezni, mint az ehető tányért. Ez a leves ilyen éttermi fogásnak is megállna a helyét. Sőt, hát ugye nyilván nálunk lehet kapni. Igen, elloptam a szövegedet, drága operatőr barátném. Ráadásul, hát nem tudom, szerintem nálunk otthon étteremben is ennyi szokott lenni. Én elloptam a te szövegedet, ők pedig elloptak egy csomó kajánkat. Van itt kürtös kalács, van lángos és van gulyásleves. Van még valami? Biztos van még valami. Amit... És nem igazolódó a félelmem, miszerint, hogy a leves, ha sokáig nem esztük meg, és már pedig vágóképeztem egy ideig, ha sokáig nem esztük meg, akkor átázik, de nem ázik át, mert elég sűrű volt a leves ahhoz, meg elég vastag itt a bucinak a héja, hogy ne ázzon át. Ami tök jó. Csak a hőt adta le a kezemre. Már kezdek telítődni. És sajnos Bécsben 21 órakor bezár az összes karácsonyi vásár, szóval átfagyva hazaértünk a hostelünkbe. Akik a mai videó szponzorai, illetve nem is a mai, de ha most bemutatom őket, akkor a következő alkalommal ilyen lesz a szállás. Szóval az E&O Hostel egy egészen olcsó és fiatalos hostel. Fiatalos alatt azt értem, hogy lent van egy ilyen lobby, ahol lehet biliárdozni, csocsózni, van egy bár, és egészen koli hangulat van minden este, mikor ide lejöttünk. Ilyen kedves kis szobánk volt, van benne egy emeletes
ágy, meg 2 szimpla ágy, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárítóval és külön helységben a WC. Elég jó helyen a főpályaudvartól pár perc sétára van Bécsben, és még 24 másik európai városban és 9 országban megtalálhatóak. Tényleg tök olcsók, nézzétek meg, ha nem hiszitek el. Második nap. Átjöttünk a Belvedere kastélyhoz, a karácsonyi vásárba, ami kicsit kisebb, de nincsenek olyan sokan, és jobbak az árak. Egy kicsit olcsóbb talán, igen, igen. Hát itt sokkal izgalmasabbak az étkek. Szóval, hogyha véletlenül, nem is tudom, olcsóbban szeretnétek Bécsben karácsonyi vásározni, és jobban gasztroirányzat, akkor a Belvedere kastélyhoz gyertek el. Meg is mutatjuk, hogy miket találtunk. Csak még meg kell venni őket, mert még nem vettük meg őket amúgy. Az első fogás a mai nap folyamán az ez a léberkéze lesz, méghozzá nem is akármilyen, hanem vaddisznókból készült. Szimpla császárzsemle. Középen van egy, hát akkor most vaddisznóhús, de lehet kérni lóhúsból is, ami hát kicsit olyan, mint a sült párizsi, csak sokkal jobb minőségű húsból, és hát alulra úgy látom nem kaptam, de fölülre járt egy kis mustár, és akkor ez így 5 euró volt. Na hát kóstoljuk csak meg. Én már ettem léberkézét régebben, tavaly talán pont ilyenkor, de ez nem vaddisznóból volt. De nem tudom, hogy miből volt, de nem vaddisznó szerintem. Itt ki volt emelve, hogy vaddisznó meg lóhúsból lehet választani. Illetve van többféle léberkézéjük, vagyis hát többféle ilyen húsuk. Ez a sima, és van még sajttal töltött, meg a csípős, fűszeres. Párizsi jellegű a textúrája. A mustár eléggé csípős. Nem ilyen sima mustár van benne, olyan, mint a kicsit ilyen dijoni lenne. Aztán lehet, hogy nem. De sokkal csíposabb ez a mustár, mint az otthoni sima mustár. Tök jó, friss, puha zsömle. Főlem szendvics. Ha ilyet szeretnétek kóstolni, főleg ilyen német nyelvterületeken lehet kapni. Minden második villamos vagy metró megállóba lehet ilyet kapni. A currywurst mellett, amit hamarosan kóstolunk, de még nyugalom, még vannak izgalmasabb dolgok is a currywurstnál. Van itt még egy ilyen kolbászos stand, ahol mindenféle kolbászokat lehet kapni, egy simán kenyérrel, vagy esetleg hotdogba töltve. Én egy ilyen kézekreinert kértem, amit úgy töltettek bele egyébként, mint a gulyás bombát, hogy így átszúrják egy ilyen dologgal ezt a kiflit, aztán mehet bele a szósz és a kolbász. Ez a kolbász egyébként azért más, mint a többi, mert hogy sajttal töltött. Lett volna még egyébként csípős, illetve sima, pont ugyanúgy, mint a léberkézés standnál. Ebben jó lenne egyébként csalamádé, mint a gulyásbombánál. Na mindegy. 6,90 € volt így, és 6,50 € lett volna, ha csak simán kenyérrel kérem. A kifli nem annyira friss, mint a léberkézénél a zsömle. Azt a mini, nagyon forró, nem is a kolbász, átraptam a kolbászt és kilőtt belőle, mint amikor nem tudom, kiszúrtod a tömlős sajtot, kilövett belőle minden irányból a sajt, és az teljesen forró volt, szétégett a szemed belülről. Amúgy nagyon finom ez a kolbász, jócskám, teli van sajttal. És ugye mivel a kolbász folyamatosan ott a roslapon van, ezért tűzforró, így már kicsit megpuhítja ez a szósz plusz forró kolbász a kiflit, szóval csak a kifli csücsök volt száraz. Így már nem vészes. Hát szerintem ez egy remek adag, tetszik nekem. Tehát ez egy olyan, mint egy szuper kolbász konkrétan. Tehát a Debrecen is sajnálom, de elbújhat emellett. Tehát nagyon-nagyon finom. Ha egy átlagember lennék egy adagra, szerintem lehet, hogy jól laknék, de nem is vagyok egy átlagember. Legyünk még. Képzeljétek el, itt a németek nagyon szeretik a csokoládéban mártott gyümölcsöket, meg mindent. És főleg ilyen amúgy magvakat is, nagyon sok ilyen mogyorós, mandula, kesudiós standjuk van, és mindent csokiba mártanak, meg csokiszökőkút, meg minden, amit el tudsz képzelni. Most vettünk 4,50 € a banános epres fehér csokit, vagy hát fehér csokiba mártott banánokat és epreket egy ilyen pálcikán,
Lett van egyébként alma is, cukorba, illetve csokiba mártva, 3,50 €. Na és hát kóstoljuk meg. Egészen érdekes gondolat. Jó édes a banán csokival. Nézzünk rá egy eperre is. Elég érdekes ezt leenni róla. Főleg, hogy a csoki már elég kemény rajta. Nem lett a kedvenc desszertem, de tudjátok, hogy ilyeneket is lehet itt kapni. Meg ugyanez a verzió, csak magyarókkal. Súlyramérős, magyaró mandula, stb. Szerintem ezt az ételt egyébként azzal lehetne feldobni, ha te magadnak frissen mártanád be egy csoki szökőkút alá a gyümölcsöket, mert ez így hidegen, ledermett csoki gyümölcs alatta is veszít a élvezeti értékéből szerintem. Másik vásárokban egyébként láttunk ilyet, hogy van ilyen forró csoki szökőkút, szóval lehet, hogy az is ennek egy verziója, és lehet, hogy azt jobban szeretném. Következő megálló, szintén a kolbászoshoz visszatértünk, egy currywurstra, amit ígértem, hogy van itt. 7,80 € volt ez a currywurst. Szósz, amire szórták a curryt, ez ilyen házi készítésű. Kaptunk hozzá még továbbá egy ilyen szelet szerény kenyeret. Egyébként úgy szerettem meg a currywurstot, hogy egyszer vettem otthon a Lidlbe vagy Aldiba ilyen Curry King, vagy nem is tudom milyen névre hallgató kész currywurstot, és meglepődtem, hogy amúgy nem rossz. De remélhetőleg ez jobb lesz. Lássuk. Igen, ennek minden jegyében sokkal jobb, mint a bolti kész. Boltit ne vegyetek, az amúgy a határán ment annak, hogy ehető finom versus nagyon mindjárt abba hagyom, mert nem finom. De valamiért szerettem. Nagyon éhes lehettem aznap. Most pedig már amúgy nem vagyok túl éhes, de még mindig tetszik ez a currywurst. A kolbász még mindig nagyon finom. Kenterbe veri a otthoni kolbászokat. Jó, fűszeres. Az én lennék. Egy kis kenyerteszt. Semmi extra a kenyér. A kolbász viszont annál jobb. És ennyi volt már ez a videó. Nagyon elfáradtam ebbe az elmúlt 2 napba. Még holnap egy kicsit város nézünk, aztán irány haza. Király volt végigkóstolni a csomó karácsonyi vásárt. Király volt a Five Guys, amit nem tudom, hogy láttatok-e, vagy már kimente, de hamarosan érkezik akkor egy Five Guys videó. Azért ért hirtelen véget ez a kis montázsocska, meg karácsonyi vásár feeling, mert lemerült a kamera, nagyon hidegben átfagytunk meg minden. De hazajöttünk a szállásra, az A&O Hotelbe. Vettem, képzeljétek, ilyet. Magyaró likőr, 25% alkoholt tartalmaz, 7 deci, 25 € volt, ha jól emlékszem, vásárba. És lehetett ingyen kóstolni. Elég sok ilyen ingyen kóstolóba futottunk bele egyébként, amit eléggé nem videóztunk le, mert alapvetően én furán érzem magam ilyen ingyen kóstolóknál, mert mindent is meg akarok kóstolni, de mégis olyan furán tűnik, hogy lehet, hogy nem fogok venni semmit. Például kóstoltunk egy csomó pesztót, meg ilyen szószokat is az egyik vásárban. Azt se videóztam le. Most meg alkoholokat. Itt már azért úgy gondoltam, hogy jó, most már tényleg túl sokat kóstolunk. Ideje venni valamit. Ez nagyon megtetszett. Illetve ha nem követtek még, akkor kövessetek be TikTokon, mert hamarosan érkezik a Red Bull Cola és Red Bull Orange kóstolás a TikTokomon. Exkluzív content. Remélem, hogy tetszett nektek, és kedvet csináltam ahhoz, hogy kigyeltek Bécsbe, mert én magamnak elég jó kedvet csináltam ahhoz, hogy még jöjjek, mondjuk olyankor, amikor nem fagyok le teljesen, vagy nem a hideg miatt nem merül jobban az aksia a kamerának. De még tudja, hogy visszatérünk Bécs, és végigkóstolunk mindent itt is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és iratkozzatok fel. Találkozunk egy következő videóban hamarosan. Vagy a Five Guys-osban, vagy valami egészen másban. És a Five Guys-osban is találkozunk. Továbbá köszi az A&O-nak, hogy itt lehettünk. Igaz, most amúgy fizettünk érte, de legközelebb állítólag ingyen lesz. Ha! Mert megemlítettem most éppen. Nem állunk meg. 8 óráig vegyél még, amíg kipihenem magam.
én itt leszek, ti itt lesztek? Én nem leszek itt. Ti itt lesztek? 531-es szobat.